Elindult a Brillantel 2022 nemzetközi pálinka és párlatverseny nevezése. A bérfőzetők és magánfőzők párlatai mellett idén újra várják a szervezők a kereskedelmi főzdék pálinkáit is. Nevezni lehet határon innen és túl. Az elmúlt években Szlovákia mellett Romániából, Szerbiából, Ukrajnából és még Izraelből is érkeztek minták a megmérettetésre. Adamik Anikó versenyigazgató elmondta, a program egyik célja, hogy a termelők megtudják, milyen szinten tartanak a pálinkáikkal, párlataikkal a többiekhez és a szakma elvárásaihoz képest. A kereskedelmi főzdék visszajelzést kaphatnak, hogy milyen pálinkákat főznek, el tudják dönteni, hol tartanak a piacon. Emellett a verseny célja a kultúrát pálinka fogyasztás népszerűsítése is. Aki belevezi a termékét a versenyünkre, akkor egy szöveges, részletes jellemzést adunk a termékéről, amely mindig jobbító szándékú, olyan kritikát fogalmaz meg, amiből tanulni tudnak, és későbbiek során még jobb, még szebb párlatok készülhessenek. A szervezők minden évben készülnek valami újdonsággal. Az egyik ilyen, hogy újra teret kapnak a kereskedelmi pálinka főzdék. A minták beküldési határideje május 31-e. A versenyre érkező párlatokat június 8-án és 9-én bírálja majd egy szakértő zsűri Békés Csabán. A verseny legnagyobb újdonsága, hogy idén a 4 szempontból álló 20 pontosat egy 100 pontos rendszer váltja. Emellett a zsűri szöveges értékelést is ad a mintákról. 100 pontos rendszerben úgy néz ki az egész, hogy külön választottuk az illatot, az ízt, és a harmadik, az pedig egy harmónia és összbenyomás lett. Az illatot 4 elemre bontottuk, tehát másokkal árnyaltabban tudjuk az illatot jellemezni. Itt az első ugyanúgy a technológiai tisztaság, amit el kell döntenünk egy termékről illat alapján, hogy a megfelelő volt-e a lepárlás. Utána a következő az illatának az intenzitása, amit mérünk, hogy mennyire intenzív, mennyire harsogó úgymond a termék, vagy inkább csak visszafogott. Az illat harmadik szempontja a gyümölcs karakter. Ekkor vizsgálják meg többek között, hogy mennyire felel meg az adott gyümölcsfajtának. A negyedik elem az illattartóság. Az ízvizsgálatakor veszik először szájukba a mintát. Az utolsó pont a harmónia, az összbenyomás. Ebben foglalják össze a véleményüket az egész pálinkáról a szakemberek. Már hagyomány, hogy minden évben kiemelnek egy gyümölcsöt, ami idén az alma lesz. Ebből várják a nevezőktől a pálinkákat, párlatokat. A verseny eredményhirdetését szeptember 16-án tartják, a Délalföld egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján.